Sziasztok, Fehér Kriszta vagyok, és a tisztánlátásról fogok egy kicsit beszélni nektek, mert nagyon gyakran kérdezik tőlem, hogy mi is ez a tisztánlátás, és mi is az, hogy látó, és azért gondoltam, hogy elkészítek egy videót, ami majd ugye a weboldalamra is fel tud kerülni, illetve bármilyen érdeklődőnek így el tudom mondani, hogy miről is szól ez az egész. Így Magyarországon kevésbé ismert ez a dolog, így ez a tapasztalatom. Angolul ez a látó, tisztánlátó, ez a psychic elnevezésű személy, aki alapvetően tehát a sztereotípiáknak olyan szempontból nem felel meg, hogy nem jövő fókuszú, amit csinálnak. Ezek a, akár jósnőnek is lehet nevezni, és amit így a filmekben látunk róla, az inkább ilyen karikatúra, meg kifigurázása a dolognak. Míg azon igazából ez egy nagyon szép, nagyon jó móka, de tud lenni egy nagyon mély dolog is. Mondom, hogy én mire használom a tisztánlátást. Én arra használom a tisztánlátást, hogy abban támogassak embereket, hogy megnézzek alaphelyzeteket, tehát diagnosztikára, azt, hogy megnézzük, hogy ezen az alaphelyzeten mi tud segíteni. Ez a fő vonal, amit szoktunk nézni. Szoktam döntéstámogatást csinálni, ami azt jelenti, hogy mondjuk két dolog közt kell döntenie valakinek, és akkor megnézzük, kérek képet mindkét útra. Ha véletlenül jövőbeli dolgokra használnánk, ami relatív ritka, akkor ezt úgy szoktam csinálni, hogy elmondom azt, hogy a jövő képlékeny benne van, a szabad akarat, több életterv van. Olyan jövőt tudunk nézni, ami hogyha most ezen az úton, amin halad, ezen így körülbelül rajta marad, és nem történnek extra dolgok, akkor így az a valószínű. Illetve amit még szeretünk és szoktunk csinálni, hogy egy százalékokat szoktam bekérni, ami képben úgy néz ki, hogy látok egy ilyen skálát, és akkor azon látom, hogy hány százalékot mutat egy ilyen mutató. Amit lehet ilyeneket megkérdezni, hogy hány százalékban támogatott mondjuk ez a munkahely, amit kinéztem magamnak. Hány százalék, hogy még ebben az évben megvalósul bármi az életemben. De ez a ritkább. A gyakoribb az, hogy valakinek van egy nehézsége, vagy egy elakadása az életében, és sokszor már az segít, hogy egy ilyen diagnosztikai képet kapunk. Nem, például valakinek elakadása van az édesapjával, akkor azzal kezdem. Én általában azt szoktam kérni, hogy minél kevesebb dolgot mondjanak nekem a helyzetről. Úgyhogy mondjuk egy nehézsége van valakinek az édesapjával, vagy például fordítva, hogy nehézsége van a párkapcsolat területén. És akkor ránézünk arra, hogy mi a helyzet mondjuk vele és a párkapcsolatokkal. És akkor mondjuk látok egy képet, hogy ő ott áll középen, és távol áll X partner jelölt neki, de látom a képben, hogy ő csak mondjuk a laptopját nyomkodja. És akkor hát ez nyilván ez egy ilyen egyszerű, meg sztereotipikus helyzet, hogy valaki szeretne párt, de közben egyébként munkamániás, és már erre jól lehet a tiszteletes, hogy ugye ez alaphelyzetre rávilágít, vagy megerősíti, vagy felhívja a figyelmét az illetőnek, hogy miért lehet ez a helyzet. De ezt nyilvánvalóan tovább szoktam vinni egy ilyen helyzetet, és akkor megnézzük, hogy mi segítene ebben a helyzetben neki abban, hogy jobban más irányba is tudjon nézni, mint például a laptopja felé. Úgyhogy általában egy ilyen tisztánlátás így egy órába bele szokott férni, és mindig nagyon szépen lekerekedik a végére. Tehát, hogy mindig eljutunk valami konklúzióig, elégedettségig, amit mindig találunk olyan dolgokat, amik,
amikkel úgy érzi, aki jött hozzám, hogy tovább lépett a nehézségével. Nagyon számomra meglepő volt, nálam úgy alakult a tiszteletes, hogy mindig is voltak így spontán mindenféle képeim, amiket nem tudtam hova tenni. Ugye, amikor képről beszélek, akkor egy ilyen belső képről beszélek. Tehát amikor azt mondom neked, hogy csukd be a szemed, és képzelj el egy rétet. Tehát ez egy kép. Tehát ilyen spontán, furcsa, meg ismeretlen képeim voltak, és aztán egy barátnőmtől kaptam a Látnok vagy című könyvet, ami gyakorlatilag egy ilyen látnok, tisztánlátó tankönyv. És én abból így hozzátanultam pár keretet a dologhoz, és akkor azóta egy több mint 10 éve így hobbi szinten foglalkoztam vele, és akkor nemrég döntöttem úgy, hogy professzionálisan is elkezdem, mert annyira szerettem, annyira szuper élményeim voltak mindig vele, és ami engem például meglepett, hogy nagyon-nagyon jó móka, tehát hogy egy csomószor nagyon viccesek a képek. A képeket alapvetően úgy kell elképzelni, mint tehát leginkább az álomképekhez szoktam hasonlítani, mert legalábbis amiket én látok, abban nagyon-nagyon sok a szimbólum, és sokkal kevesebb a konkrétum bennük. Úgyhogy inkább én már úgy is szoktam, hogy látom a képeket, és már így le is fordítom egyből, hogy az mit jelent. Tehát mondjuk az előbb emlegetett képbe, amikor ott a laptopját nyomkodja a lány, és így nem látja a partnerjelölteket, az ott nyilvánvalóan arra szimbólum, hogy túl sokat dolgozik, túl sokat mással van elfoglalva, tehát hogy nem konkrétan a laptopját nyomkodja, lehet, hogy nincs is laptopja, mert táncos, és folyton turnézik, és azért nem tud a párkapcsolati területtel foglalkozni, de hogy nekem mondjuk ez szimbolizálja azt, hogy valaki munkamániás. Vannak konkrét képek, és azért jó, hogyha ott van épp jelen, akinek tisztán látok, mert akkor tud beleszólni, tudok én is kérdezni, és akkor jobban tudok olyan irányba menni, amiben ő szeretne. Amit még mindenképpen szeretnék megosztani a tisztánlátással kapcsolatban, az, hogy bármekkora varázslat is egyébként, mert hogy tényleg varázslat, és számtalan szót tapasztaltam, és tanítottam is embereket tisztán látni, és abban a folyamatban is láttam, hogy mekkora varázslat, hogy tényleg egy teljesen idegen így leül velem szemben, és így körülírom a családját, és az anyukáját, és az érzelmi életüket, és nem tudom, még azt is, hogy gyerekkorában mindig cofka volt a haja, amik igazából nekem is így mai napig is hihetetlenek, de hogy ez van minden alkalommal. Hogy igazából ahhoz szoktam hasonlítani, hogy ez a tiszteletes, hogy olyan képesség, mint a futás. Jó, tehát, hogy van egy-két ember, aki mondjuk kerekesszékben ül, és egyáltalán nem tud futni, a többség valamennyit tud futni, és aki meg mondjuk ebbe jó, meg jól megy neki, meg van tehetsége hozzá, mint én, az meg mondjuk maratonokat fut így magától. De, és akkor ugye így jön be a párhuzam, hogy ez abszolút fejleszthető, gyakorolható, tehát bármi dolog, amiben van az embernek egy alaptehetsége, de ugye nem mindegy, hogy mennyit gyakorol rá. Hogyha van kedvetek, akár most, bármikor ki lehet próbálni, hogy azt mondom, hogy XY-nak van egy nehézsége a kutyusával, csukd be a szemedet, és kérj erre egy képet, hogy mi történik köztük. Állítsd fel az XY-t, meg a kutyusát, akár képzeld el, vagy jön is magától, és nézd meg, hogy mi történik a képben. Jó, erre nagyon sok ember így simán egyből megy neki, van akinek egy picit gyakorolni kell. És természetesen így, mint a futáshoz is, így lehet hozzá jó cipőt, meg lehet hozzá jó felszerelést, meg lehet előtte nyújtani, meg utána lenyújtani. Tehát itt is van egy csomó keret, és ilyen energetikai munka, engedélykérés, stb., amit így érdemes hozzá tanulni a dologhoz. Én azoknak ajánlom a tisztánlátást, akik
valamilyen nehézségükbe be vannak ragadva, és szeretnének azzal tovább lépni egy helyzetet, tovább bontani, arra olyan dolgokat találni, ami segít, vagy amikor döntéstámogatást szeretnének, és szeretnének jobban rálátni a különböző alternatívákra, ami utak előttük vannak. És ha nem tudod, hogy merre az előre, például az életedben, arra is nagyon szuper lehet a tisztánlátás, arra is tudok ugye képeket kérni, hogy mondjuk karrierváltásba vagyok, és fogalmam sincs, hogy merre az előre, arra nagyon jó képeket szoktunk kapni. Úgyhogy nagyon szuper, nagyon varázslatos, nagyon izgalmas, és nagyon mókás és vicces is tud lenni. Az egész folyamat olyan, ami így nagyon fel tud dobni, fel tud emelni, és közben még így segít is a nehézséggel tovább haladni a megoldása, feloldása felé. Ha maradt még kérdésetek, akkor az e-mail címemen tudtok kérdezni tőlem a tisztánlátással kapcsolatban. Sziasztok!